Sziasztok! Ma kiírtam Facebookra, hogy két videót tervezek a héten. Egy Command Box szerkezetet és egy darálót. Úgy láttam, hogy a legtöbben a darálót választották, ezért csináltam egy Command Box szerkezetet. Mint azt a cím is mutatja, ez egy tölthető kar lesz, hogy hogyan is kell elképzelni. Szerepjátékokban szokott lenni ilyen, hogy ahogy öltök, úgy töltődik, és hogyha teljesen betöltött, akkor lehet aktiválni egy képességet. Most egy ilyet csináltam Minecraftban, mutatom is. Leidézek egy rakás csirkét, ez ugye a seregidézős módszer, csináltam már róla a videót, most nem fogok belemenni. Tehát van egy rakás csirkénk, és a kartnak a durability-ét kell nézni. Azt fogja jelezni, hogy mennyire van betöltve. Most ugye nullán van, és hogyha megölök egyet, akkor most már egy kicsit több van benne, egyébként ötöt kell lecsapni. Szépen töltődik. És ha betöltött, akkor hát mondjuk csillog. És jelzi. Egyelőre még ugyanannyit sebez, mint alapból, tehát 6-6-6. Tehát jelzi, hogy be van töltve. Ilyenkor most bármennyit tölhetek, így vár, hogy aktiváljam. A Q-val lehet aktiválni, azaz hát tulajdonképpen ki kell dobni a fegyvert. Szóval a Q-val lehet aktiválni. És akkor ilyenkor pár másodpercig, nem is tudom pontosan, körülbelül olyan 10 lehet egyébként. Erősebbeket ütünk. Van rajta egy sharpness 10, ott van most már 11 és felett ütök. És közben lejárt. És akkor megint lehet gyűjtögetni. Úgy betölt, csillog, megnyom a Q-t, és akkor most pedig ugye visszaszámol. És addig most nagyon erősebbeket ütök. És aztán lejár. Igen, egy kicsit látszik ilyenkor. Ez úgy működik, hogy nem a karnak a, hogy is mondjam, a tulajdonságait változtatja, hanem mindig cserélgeti a nálam lévő kardokat. A replace item parancssal. Na, így néz ki a szerkezet, ennyi. Három része osztottam úgy, hogy kicsit áttekinthetőbb legyen, és csináltam is hozzá valamennyi kommentet. Ez az alsó sor, amit itt töltéssel jelöltem meg, ez azok a kardok, nem itt, még egyszer. Tehát itt akkor adja a kardot, amikor az töltődik. A legelsőben, tehát mindegy bunny az a parancs van apró változtatásokkal. Az elsőben egy olyan replace item parancs van, amikor még nulla az ölés. Itt van, ez a sword számolja az ölést, ez egy score, total kill count típusú. Igen, tehát hogyha még nulla, akkor nekem oda a hotbarra, a nullás slotra, ugye ott legelőn, ahol van a kard, rakjon egy vaskardot, és 250-es durability-vel, illetve damage-el, ez a damage, hogy mennyire legyen sérült a kard. A következő, hogyha öltünk egyet, tehát ugyanez a sword tag, minimum 1 és maximum 1, akkor már a 200-as, és így tovább, 150-es, 100-as, stb. És akkor teljesen be van töltve, az még egy kicsit más, itt minimum van megadva, ha legalább 5, azaz 5-öt vagy többet töltünk, akkor egy olyan kard legyen, aminek nulla a damage-e, nem sérült, és az enchant az így üresen van megadva, azaz nincsen rajta semmilyen enchant, viszont csillog. Oké. A fölötte lévő sor az aktiválást kezeli. Az első azt teszteli, hogy van-e olyan tárgy, test volt parancs, olyan tárgy, ami kard, és üres enchant, illetve rajta van az enchant tag, de üresen. Ez nagyon fontos, hogy ne lehessen akkor is aktiválni, ha már aktiválva van. Úgyhogy ez egy fontos ellenőrzés, nem elég az, hogy kardot dobok ki. Így tudja ugye megkülönböztetni, hogy egy betöltött kardról van szó, és nem egy aktivált kardról, amin már van enchant. Nem üresen van ott. Oké, a következő, ez ugye feltételes, eddig ezek így mindig futnak, de innentől kezdve itt feltételek vannak, tehát ezt jól megmondtam, tehát hogyha van olyan kard, az előző sikeresen lefutott a test for, akkor azok a játékosok, akiknek az ölése legalább 5, ez a sword score, az pusztítsák el a körülöttük lévő legközelebbi tárgyat. Itt próbáltam multisra menni, egyébként nem működik multiban sajnos. Egy kicsit bonyolultabb rendszer kell hozzá. Az elején még próbáltam úgy csinálni, hogy működjön, de nem, sajnos nem. Egy idő után úgy feladtam a küzdelmet, meg lehet egyébként csinálni, mindent meg lehet csinálni.
jó kihívás lehet annak, akit ez érdekel. Tehát ez most csak szólóban működik. Tehát elpusztítjuk a kardot, ha van ilyen, igen. Utána a következő kettő az egy block data, látjátok. Ez az auto tag az, ami kapcsolgatja ezt itt, hogy always active, vagy needs rest on. Ugyanis ez a kettő command block, ez is ugye akkor fut le, hogyha lefut az előtte lévő, tehát elpusztítja a kardot. Ezt a rendszert kikapcsolja, és ezt a rendszert bekapcsolja. Igen. Aztán van egy time score, ez ugye számolja az időt, ez play one minute típusú, és úgy nő, ahogy a játékban vagyunk, ezt lenullázza. Ugyanis a másik oldalon pedig ugyanez van, ez a kardadogatós, csak nem üres az enchant, és a feltétel itt a time-ra mutat, a time-ot teszteljük, hogyha 0 és 20 között van, ez egy másodperc, azt hiszem 20 tick egy másodperc, akkor a hanyas 1-es damage-ű legyen, aztán a 26-os damage-ű, és így tovább, tehát csont ugyanaz, csak más score-t tesztelünk, és hát emiatt kell, hogy az egyiket lekapcsolom, a másikat fel. Jó, az utolsó pár kommandok az... Hol vagyok? Ez a time 0, igen. Az utolsó két kommandok az csak annyi, hogyha egyébként is kidobok egy vaskardot, az törölje. Mert az elején csak az üres enchantúakat, itt meg minden kardot törlök. Ez azért kell, mert ha ez itt nincsen, akkor itt most dobálhatom ki a kardot, és csak gyűlik, mert ugye folyamatosan kapom. Tehát ilyen bolond biztos legyen a rendszer. Na és akkor itt, ahogy mondtam, itt csont ugyanazok vannak, csak egy kicsit több van, hogy látványosabb legyen. A vége érdekes, itt van egy test for, hogyha ez a time elérte a 2.21-et, tényleg akkor ez 11 másodperc elvileg. Elértük a 11 másodpercet, akkor a játékos kardját, illetve a sword score-t lenullázzuk, az öléseket, és átkapcsoljuk a két rendszert. Ugyanez a két block data van, csak fordítva. Most ennél 0 az autó, ennél pedig 1. És akkor ugye tulajdonképpen reseteltünk, ott vagyunk, mint az elején, megint lehet gyűjtögetni. És akkor ez, ahogy nő a sword score, ahogy ölünk, úgy ad másfajta kardot. Ha kidobjuk, akkor ugye ez kezeli, átkapcsolja a két rendszert, lenullázza a time-ot, és ahogy nő az idő, ahogy megy a time, akkor ez a rendszer pedig más kardot ad a kezünkbe. És hogy elér egy bizonyos értéket, visszakapcsolja a rendszer, tehát így most ez így a elvi felépítés. Jó, természetesen letölthető a pálya. A kézikönyv óvjon!